Kiemelések Berta Duddé közléseiből, az isteni tanításokból. Szerkesztette Szondi Miklós. 13. fejezet Szabad akarat Hogy egy erő kibontakozhasson, ahhoz kell egy ellenállás. Hogy létezhessen a jó az embernek lehetőség kell önszántából rossznak vagy jónak lennie, illetve maradnia. Tökéletessége különben csak szeretetem műve lenne, amelynek legfelsőbb foka hiányozna a szabad akarat, ami viszont elengedhetetlen. A rossz gondolat, rossz beszéd és rossz cselekedet isteni rendemen kívül áll. De ha akaratom erejével meggátolnám az ember rossz gondolkodását, rossz beszédét és tettét, akkor nem lenne szabad önálló és önakaratú teremtmény, csupán akarat erőm terméke, aki nem tarthatna igényt a tökéletességre. Figyelembe kell vennem a szabad akaratot, amit minden lény birtokol istensége jeleként, és ami meghatározza a visszavezetése módját és időtartamát. Amit magatok körül láttok, tehát minden teremtett dolog csakis a visszavezetés céljából keletkezett. Az embereket végtelenül sok ismeret fokozat különbözteti meg egymástól. Akaratukkal védekezni tudnak a téves vagy hiányos szellemi javak ellen. Én ellenfelemnek is megadtam azt a jogot, hogy hatást gyakorolhasson az ember akaratára, mert a földi élet célja ennek a döntésnek a meghozatala. Hibás útra lépett, aki akaratát a világnak adta, s igen halk figyelmeztetésemre sem hallgat a földiek mulandóságát gyakran kell fájdalmas módon éreztetnem vele, s azt kell elvennem tőle, amire szívből vágyódik. Ezzel, akaratát nem kényszerítve, tekintetét elfordítom a világtól. De végső soron önmaga fölött önmagának kell döntenie. Tégy gondolkodás nélkül vakon elhisztek mindent. Ezzel csak ellenfelem hatalmát erősítitek, aki a sötétségbe akar kényszeríteni, vagy benne tartani. Ti elkötelezitek magatokat egy szervezetnek, de nem nekem, aki valóban a világosságra akarlak vezetni. De az akaratotok szabad, és ezért nem is léptem fel soha erőszakkal, hanem rátok bíztam a döntést. Ha az ember megtámadhatatlan bizonyítékot kapna, hogy Isten beszél vele, akkor ez meghatározná egész gondolkodását és akaratát. Kizárná tehát szabad döntését, hogy saját elhatározásából térjen vissza hozzám. Mert a teremtett lény megistenülése szabad akaratból történik, ami érinthetetlen. Ezért nem lehet százszázalékos egy igazolás sem, ami Isten létét bizonyítja. Ha hallhatóan szólnék az emberekhez a magasból, akkor ez befolyásolná szabad akaratukat. Folyton etény befolyása alatt lennének, kénytelenek lennének hinni, és kényszer alatt követnék akaratomat. Viszont szellemi nyomorúságuk oly nagy, hogy meg kell szólítanom őket. Ezért emberi szájon keresztül kell beszélnem, hogy maguk döntsék el, elfogadják-e szavaimat, vagy nem. Semmi kényszer nem hathat az emberre, hogy Jézus iránti beállítottsága pozitív legyene vagy negatív. Beállítottságát csak a legteljesebb akarati szabadság határozhatja meg. Ami bizonyítható, az döntésre kényszerítő. Az egykori tökéletesség újbóli elérésére pedig egy ember sem kényszeríthető, akkor sem, ha ez az oka és célja az egész teremtésnek. Emberként nem kaphat visszaemlékezést a végtelenül hosszú fejlődési életszakaszról, mert akkor kizárt lenne a szabad akaratból végbevitt életút. Mert így félelemben élne. Bizonyos kényszer hatása alatt és akaratát, tetteit nem lehetne szabad akarati döntésnek minősíteni. Mindenben döntő a szabad akarat épp emiatt vétetik el tőletek a visszaemlékezés is. Ha segíteni akarok, nem fogadjátok el. Elfordultok tőlem, mert akaratatok még nem irányul rám. Nem lehet kényszerrel megváltoztatni gondolkodásotokat, csak is szabad akarattal fordulhattok felém. Csak ekkor foghatlak kézen. Nyilvánvalóan csak ekkor tapasztalhatjátok meg segítségemet. Bekapcsolódom gondolkodásotokba, és úgy kormányozom földi sorsotokat, hogy gondolhassatok rám. Minden módon azon vagyok tehát, hogy hatást gyakoroljak akaratotokra, és felén fordulva átadjátok magatokat nekem. Erre késztett igen nagy szeretetem, amely hozzátok akar kapcsolódni, de ehhez szükséges a szabad akaratotok. Amikor szabad akarattal kiléptetek szeretet áramlatom köréből, hatástalan lett rátok szeretete ereje. Ezért cselekvésképtelenek lettetek, mert ehhez mindig a szeretet ereje szükséges. A tevékenység hiánya viszont megmerevedést okoz. A tevékenység hiánya mozdulatlanság, halál állapot, teljes élettelenség. Nem akarom, hogy ismét a mélységbe zuhanjatok, de a szabad akaratotokat sem nyesen meg. Segítek, de nem kényszerítek. A cél elérése tehát lehetséges, de nem biztos, mert ti magatok hozzátok meg szabad akarattal a döntést. Azért közeledek szavaimmal hozzátok, hogy erősítsem akaratotokat és a helyes irányba tereljem azt. Megengedem a rosszat is de a rossz sohasem akaratom szerinti, mivel az ellentmond örök törvényemnek. Fordított irányú akarat, amely távolodik tőlem, és valami teljesen istentelen felé törekszik. Viszont lehetővé kellett tennem teremtetjeim számára, hogy jóra vagy rosszra törekedhessenek, tehát jónak és rossznak léteznie kell, hogy a lények szabad akaratból tökéletességre juthassanak. Azt fogjátok majd kérdezni, miért engedem meg, hogy ellenfelem hatást gyakoroljon az emberekre? Az emberek szabad akaratáról van szó. Ellenfelem meg akarja nyerni magának őket, és én el kell ismerjem ezt a jogát, mivel követői egykor szabad akarattal követték. Ezért lehetősége van küzdeni értük ugyanúgy, ahogy én is küzdök. De a döntés. Egyedül az emberek akaratától függ. Meg kell engednem minden kísértést, mert győzelmet csak küzdelmek árán nyerhettek. És minden kísértés az akaraterő próbája, hogy azt teszitek-e, amit igaznak tudtok. Egyszer majd az is áldást hoz rátok, hogy helyt álltok a kísértésekben, hogy minden szorongattatásban és szükségetekben hozzám menekültök. Aki egyszer visszatalált hozzám, sosem megy már el. Eloldhatatlanul kapcsolódik hozzám, mert elérte a tökéletességet. A tökéletességet, amit nem adhattam meg a lénynek, mert ehhez a szabad akarata szükséges, hogy megtarthassa magát a tökéletességben. Szeretetét enélkül is kikényszeríthetném, de akkor nem lehetne korlátlan boldogságról beszélni, mert a szeretet. Nem tűri a kényszerítést. Ellenfelemnek semmi hatalma nincs fölöttetek, amíg szabad akarattal fordultok felém. Ezért, akármi is jön, ne féljetek. Én mindenről tudok, és úgy vezetlek, hogy egyre szorosabban kapcsolódjatok hozzám, és boldoggá tegyen a velem való csendes párbeszéd. Használjátok ki minden alkalmat, hogy karjaimba meneküljetek merítsetek állandó vigaszt és erőt, amikor szólni engedtek magatokhoz. Az én eszközeim mások, mint ellenfelemé. Az enyémek nem korlátozzák az emberek szabad akaratát. Az ellenfelem célja, hogy talányos jelenségekkel az embereket egyfajta gondolatmenetre kényszerítse. Ezzel veszi el akaratuk szabadságát. Ha a kényszer nem is sikerül neki, de az emberek Inkább hallgatnak rám, mint arra a halk hangra, amelyen keresztül én szólok hozzájuk. Bár szabad akaratotok a meghatározó, mégis írgalomra indít a tudatlanságotok, mivel teljesen fordított módon gondolkodtok és közömbösek vagytok. Beszédemmel szeretnélek ismételten felrázni és megfontolásra indítani benneteket. Higgyétek el, nagy az a szellemi veszedelem, amiben vagytok, ha nem követitek szavaimat, és újból ellenségem mellé álltok. Legbensőbb kívánságotokat, legbensőbb akaratotokat nem határozhatom meg. Az szabad. Ismételten óvhatlak, figyelmeztethetlek, gondolkodásra indíthatlak, de cselekedni nektek kell, benső kívánságotok szerint. Persze ennek megfelelő lesz érettségi állapototok is, amikor elhagyjátok a földet. Nem hat semmiféle kegyelmi adomány, ha nincs készségetek azt értékelni. Nem változtathatlak meg benneteket, ezt magatoknak kell megtennetek. Akaratotok szellemi emelkedésre törekedjen, és láthatóak lesznek mindenfelé a segítőkészség rügyei, melyeket az emelkedéshez használhattok. Az akarat szüli a tettet. Az akarat tehát a meghatározó, noha a tett az akarat igazolása elsősorban. Akarat nélkül a tett nem kerül kivitelezésre. De Isten előtt a tett nélküli akaratért is vállalni kell a felelősséget, mert az mutatja az ember felfogását a jóra vagy rosszra irányuló ösztöneit. Ami belőlem vette kezdetét, az mindig és örökké az én részem. Célja az ős állapot elérése, amihez a szabad akarat feltétlenül szükséges. S ha ez a legrettenetesebb szeretetlenség tetteit is viszi végbe, nem kötöm meg idő előtt akaratát. Értékelem az akaratot, még ha kivitelezhetetlen is a tett. Az akaratot az emberek gondolkodása határozza meg, ami lehet helyes vagy helytelen ezt mindig a benne felgyulladt szeretet foka határozza meg. Az az akarat, aminek szándéka valamilyen jót tett, már véghez számít akkor is, ha valami megakadályozza kivitelezését. Ugyanígy a rossz tettéért is felelős az ember, amit végre akart hajtani, még ha nem is jutott el odáig, hogy megcsinálja. Ahhoz, hogy az ember földi élete eredményes legyen, hogy istenivé váljon, nem szabad érinteni az akaratát, de az akaratot arra kell indítani, hogy helyes irányba forduljon. Ez pedig a kegyelmeken, sorsszerű eseményeken, különleges élményeken, különféle gondolkodású emberek egymáshoz vezetésével, és közbe-közbe az isteni kinyilatkoztatások közlésével történik. Az emberek hajlamosak kétségbe vonni a szabad akaratot mert nem képesek mindig végbevinni azt, amit akarnak. De nem mindig az a lényeges, hogy mit tesznek, hanem hogy mit akarnak. Cselekvéseiket a szellemi erők befolyása megakadályozhatja, de magát az akaratot soha. Ha egy embert nevelése bizonyos nézet elsajátítására késztetnek, úgy kötelessége, hogy amint gondolkodni tud, alaposan foglalkozzon ezzel. És csak amit szabad akarattal elfogad, az a saját gondolatanyaga, amiért felelősséggel is tartozik, hogyan hasznosította. Csak akaratotokat értékelem. Ennek megfelelően vagytok az én kezeimben, vagy ellenfelem kezeiben. Ha akaratotok nekem szól, és a nekem tetsző életet kívánjátok, tudhatjátok, hogy gondotokat viselem ha akaratotok a világnak és javainak szól, úgy ellenfelem tulajdonában vagytok, ám soha többé nem bírtok óhat, ha felém törekedtek. Egy pillanat alatt felgyújthatnám bennetek a szeretet érzését, és ha akarnám valamennyi őtöket, megnyerhetnélek. De akkor nem lennétek képmásomra alkotott teremtményeim. Akkor csak megítélt lények lennétek, akikből hiányzik az istenség jele, a szabad akarat. Én viszont tökéletes lényekkel akarok együtt munkálkodni és teremteni. Az ember akarat a szabad, de a rossz akarat következményeit Isten úgy tudja és akarja irányítani, és úgy is fogja, hogy az érintett áldására szolgáljon. Tehát végül a visszataszító tetteknek is lehet nevelő hatása, és a lélek érlelődését támogatja. De negatív eredményt is mutathat, ha az érintett gyenge ember akarata szintén rossz. Mindig az emberem múlik, hogy megengedi-e érinteni magát szeretetem sugárzásától. Az, hogy megnyissa magát nekem, szabad akaratból kell történjen. Ő maga kell akarja, hogy kapcsolatba lépjen velem, Istenével és Teremtőjével. Hinnie kell, hogy egy tökéletes lény kezeiből került ki, és hogy ezzel a lényel való együvé tartozását nem tudja feloldani. Minden kegyelmet megnyitok számotokra, hogy elérjétek az Isten ellenes viszonyból a velem való egyesülést. Ebben a soha véget nem érő szeretetem segít, de még határtalan szeretetem sem tudja elérni, hogy hatalmammal megváltoztassam akaratotokat. A saját akarat az a tényező, ami döntő ebben. Egyedül ez hozhatja létre a változást, de épp úgy kudarcot is valhat. Vége a tizenharmadik fejezetnek.